Az előadás arról fog szólni, hogy mi az, amivel tudja diákhitel pénzügyi megoldást segíteni a fiatalokat, és hát ugye Bot Péter Ákos helyesen említette, hogy a demográfia az egy ronda dolog, sajnos azon mi se tudunk segíteni, mi is évről évre aggódva nézzük, ahogy egyre csökken a felsőoktatásba belépők száma, ez tényleg egy alulnézetből is, nem egy makroközgazdás szempontjából is tényleg nem lehet hangsúlyozni, hogy milyen fontos dolog, úgyhogy szurkolunk a kormány erre vonatkozó erőfeszítéseinek, ha ennyiben lehetek egy kicsit, léphetek ki a szerepemből. Mielőtt konkrétan a diákhitelről beszélnék, talán egy ilyen rövid sztorit engedjenek meg, vagy nem is sztorit. Egyszer egy ilyen, fogműtét után, egy ilyen éjszakai, biztos mindenkinek volt része ebben, amikor ilyen bután nyomkodja, talán ott valami filmbe beleakadtam, nem is néztem egyébként, és egy ilyen amerikai film, ahol egy kamaszlány sírva mondja talán az apjának, hogy de ez nem fair, ez nem fair. És akkor azt mondja talán az apja, hogy ki mondta, hogy az élet fair. És aztán nem is, a film az nem egy maradandó élmény, de ez egy fontos mondat a diákhitelezés szempontjából. Az az igazság, hogy az élet nem fair. És az egyikünk magasabb, és ezért jobban megy neki a kosárlabda, a másikunk vékonyabb, az egyikünknek több tehetsége van a tanuláshoz, a másikunknak kevesebb, és ugyanez igaz a családi háttérre is. Vannak olyanok, akiknek szerencséjük van, és olyan családban nőnek föl, ahol nem gond az, hogyha a felsőoktatásban megy a gyerek, és sajnos vannak olyan családok, egyébként én magam is egy ilyen családban nőttem föl, ahol ez egy súlyos gond. És a diákhitel az arról szól, hogy egy meglehetősen jól sikerült konstrukcióval, és ezt megpróbálom majd önöknek megmutatni, egy olyan eszközt tud adni a felsőoktatásban részvevőknek, ami révén tudják pótolni azokat a hiányosságokat, ami komoly gondot jelentene a felsőoktatásban való részvételre. Tehát mi mindenkinek elmondjuk, és amennyire tudom, itt pedagógusok is vannak szép számmal, semmiképpen sem azt gondoljuk, hogy mindenkinek kell diákhitel, de azt gondoljuk, hogy akinek szüksége van rá, az bátran vegye föl, mert nagyon fontos tudáshoz segíti hozzá, és az egyik legjobb befektetési döntését hozza meg, hogyha a diákhitelt igénybe veszi. Azt kell, hogy mondjam, hogy a diákhitelezés intézménye, ahogy Magyarországon működik, az nem, hogy az egyik legjobb nemzetközi gyakorlat, hanem így nagyjából Európában konszenzus van arról, hogy a legjobb diákhitelezési gyakorlat. Elég sok fajta van önöknek, ezt nem érdemes tudni. Vannak mindenfajta piaci alapon működők, azok drágák és nagyon szelektálnak. Vannak ilyen állami pénzekkel agyontömött rendszerek, azok abban a pillanatban, hogy a költségvetés szűkös, elkezdenek visszafele menni, és nem kiszámíthatóak. Úgy tűnik, hogy ez a magyar rendszer, ami most már 15 éve működik, ezt nagyon-nagyon jól elkerülte ezeket a csapdákat, és egy olyan egyensúlyi rendszer sikerült létrehozni, ahol mindenki azt teszi bele a rendszerbe, amit érdemes beletennie, és egy ilyen önfenntartó, önfinanszírozó rendszer alakult ki. Mi a lényege? Az állam beletette azt a saját garanciavállalását, ami révén a Diákhitel Központ nagyjából az magyar állam kockázatán tudja finanszírozni saját magát, nem vár el profitot ettől az állami társaságtól, tehát a mi speciális számvitelünk okán nem tartalmaz a mi kamatunk hasznot, semmi más nem tartalmaz, mint a pénz árát, azokat a kockázati, egyébként nem túl nagy kockázati veszteségeket, amiket néhány nem fizető adósunk keletkeztet, és a saját működési költségünket, ugye ez egy elég kicsi szervezet a miénk, de hát vannak költségeink. De egyébként az állam lemondott a profitról ennél az intézménynél, és ezáltal, hogy mi nemzetközi piacokról vonjuk be a forrásokat, profitot nem kell az állam felé biztosítanunk, ugyanakkor bankszerűen működünk, tehát egy elég komoly és hatékony operáció segít ezt a tevékenységet, lehetővé válik az, hogy
tényleg azt kell mondanom, hogy ennél olcsóbban nem jut forráshoz tanulmányok finanszírozására senki Magyarországon, már most a családi kölcsönöket, 0%-os családi kölcsönöket nem figyelembe véve. Nagyon röviden, hogy egyáltalán mi is ez a diákhitel. A lényege az egész diákhitelnek az, hogy ez egy bankárok úgy mondják, kicsit ronda szó, de talán érteni fogják, normatív hitel, azaz mi nem mérlegeljük azt, hogy valaki vissza tudja fizetni, nem tudja visszafizetni, gazdag, szegény, nem. Ha valaki aktív, felsőfokú hallgató, akkor ez egyszerűen jogosult erre a hitelre. Ez egy nagyon fontos ismérve, az egyik baja a nemzetközi rendszereknek az, hogy szelektálnak a hallgatók között, és ez ugye nem a társadalmi mobilitást segíti, ez egy bankár szemszög. Nem arról szól, ami az igazán jó küldetés egy ilyen diákhitelrendszernek, hogyha egyszer van egy tehetséges ember, aki menne a társadalmi mobilitás létráján előre, tudjon menni, hanem más szempontokat mérlegel. Ez a rendszer, a magyarországi rendszer kifejezetten azt mondja, hogy tényleg nem sokkal bonyolultabb a dolog, mint hogy egy aktív hallgató azt mondja, hogy kérem a hitelt, és mi adjuk. Ez a mondjuk a ilyen egyszerűsített leírása a terméknek. A szlogen meg tulajdonképpen az, amit már egy fél mondatban utaltam önöknek, az tényleg tiszta hittel mondjuk, és különösen az itt lévő pedagógus kollégákat próbálom majd meggyőzni arról, hogy ha szükség van rá, akkor az egyik legjobb befektetés önmagába az embernek. Tehát nem nagyon van olyan befektetés, ami ilyen jól térül, mint amit az ember arra költ, hogy diplomát szerezzen. Néhány ilyen speciális jellemző, ami miatt azt mondjuk, hogy ez nem egy banki termék. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy nincsen hitelbírálat, nem mindenkinek jár, úgymond, aki hallgató. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy ez nem úgy törlesztődik, mint egy klasszikus banki hitel. Azaz nem az van, hogy 10 évre folyosítjuk, szétvágjuk a fölhalmozott adósságot törlesztő részletekre, és akkor fizetik, hanem a jövedelemhez igazodik, és a jövedelemnek egy mérsékelt hányada, esettől változóan 4-6, esetleg 8%-át kell fizetni havonta a törlesztésként, de mindenképpen leköveti a jövedelem pályát. Tehát számol azzal, hogy az embereknek az elején kevesebb pénze van, és ahogy megy előre a karrierbe, úgy növekszik a jövedelem áramlás. Ezt sokan szokták azt gondolni, hogy ilyen negatív környezetben említik, hogy hát életem végéig adós vagyok. Valójában ez nem így van, mert nem csak a tények szintjén, majd erről jön egy slide, hanem az amiatt sem, hogy ez szintén ellentétben a banki hitelekkel, tulajdonképpen a minimális törlesztésen túl bármikor, bármilyen összegben, teljesen díjmentesen, saját elképzelés szerint előtörleszthető. Egyébként az ügyfeleink ezt is csinálják, tehát az ügyfelek döntő többsége nagyobb mértékben fizeti vissza, hogy mint ahogy kéne. Nekünk ezzel semmi bajunk nincsen. Ha bank lennénk, akkor nem örülnénk neki, de mint állami, mert bankok nem szeretik ezt, ugye gyorsabban épül a portfóliuk, amit nagy nehezen fölépítettek, de mivel mi egy állami és speciális intézmény vagyunk, nekünk semmi bajunk azzal, hogyha egy diák azt gondolja, hogy bár csak 15 ezer forintot kéne fizetnie, ő 25-et fizet, ezt meg is teszik. És azt gondoljuk, hogy jól is van ez így. Nem szeretném most az idejüket rabolni, talán nem is sok maradna meg belőle, de annyit mondanék röviden, hogy nem csak ez speciális a termék, hanem rengeteg olyan törlesztési kedvezmény van, különböző élethelyzetekhez kapcsolódó kedvezmény, ami szintén azt szolgálja, hogy egy humánus pénzügyi termék legyen. Tehát azt mondja, hogy ha az például különösebb indoklás nélkül, ha valakinek az élete úgy adódik, hogy valamiért nem tud törleszteni, kiesik a munkából, szüleit ápolja, ez akármi történik, ismerünk mindannyian ilyen helyzeteket, akkor egyszerűen 36 hónapig minden különösebb indoklás és mérlegelés nélkül kérheti a hitelének a felfüggesztését. Tehát ezt teljesen standard joga minden hitelezési, minden hitelfelvevőnknek. És hát ugye sajtó is teli van a különböző kedvezményekkel, ugye gyermekvállaláshoz kapcsolódó kedvezmények, rokkantság esetén, tartós keresőképtelenség esetén vannak mindenfajta megoldások, tehát azt gondolom, hogy rengeteg elemet lehetne mondani, hogy miért nem bankszerű, vagy miért nem egy bankári termék ez. És akkor tulajdonképpen
diákitel termékről, nagyon röviden a kulcs szavakat. Igazából kettő termékről beszélünk. Van a diákitel 1, ami egy bankár azt mondaná, egy szabad felhasználású hitel. Elutaljuk a folyószámlára a diáknak, és ő arra használja, amire gondolja. Ez is történik, mi követjük, hogy mire használják. Mindenfélére nem tudnék egyetlen egy dolgot kiemelni. Albérlet, szállás, étkezés, amire egy diáknak fordítania kell a pénzt. Ez a termék ugye legfeljebb 70 ezer forintot lehet havonta fölvenni, és 10 hónapon keresztül, tehát a vakációs időszakban nem folyósítjuk ezt a hitelt. Föl lehet venni egy összegben, és elég sokan föl is veszik. A többség a maximális összeget veszi föl, és ugye ennek is lehet látni 2,2% a kamata. Ez nem csak azt jelenti, hogy azt gondolom, hogy nagyjából a legolcsóbb hitel most az ilyen trükkös, ilyen-olyan nullának tűnő, de nem nulla, meg kereskedői konstrukciókat nem figyelembe véve, ilyen kedvező hitelkamatozású termék még jelzálog fedezettel sincsen Magyarországon. És ez egy olyan termék, hogy még egyszer mondjam, ez a 2,2%-ban ez már lefedi a mi hitelezési veszteségünket, és ebből nagyjából lehet önöknek sejtése arra, hogy mennyire igaz az, hogy ezek a hitelek szétnyomják ezeknek az embereknek a jólétét. Hát semennyire ezek az emberek vissza tudják fizetni, ezek méltányos törlesztési terhek, 15 év tapasztalata alapján és hitelezési vesztesége, és a mi működési költségünk után is 2,2%-os kamatot tudunk kínálni. A másik termék az a diákhitel 2, ami kifejezetten csak a ronda szóval képzési költségek, ugye ez, amit a hétköznapi nyelv tandíjnak hív, a képzési költségek fizetésére lehet felhasználni. Itt pedig ugye ez egy nem régi innováció. Az állam úgy döntött, hogy beletesz egy kamattámogatási elemet, az ügyfélkamat 0%-ra csökkent, ez is szintén meglehetősen népszerű termék, ez lényegesen később indult, mint az alaptermék, de a népszerűsége azt kell, hogy mondjam, hogy ma már nagyobb, mint a diákhitel egynek. No, és akkor egy milyen vállaltan nyers és messze nem olyan kifinomult megközelítésű díja, mint amit mondjuk az előző előadó mutatott több alkalommal, de azért a lényeget elmondja. Miért gondoljuk azt, hogy ez a legjobb befektetés? A statisztikai adatok is ezt mutatják, tehát ha megnézik, akkor 16-os az adat, nem sokára megpróbáljuk frissíteni, de még nem volt erre módunk, de igazából teljesen mindegy, mert 17-eset, vagy 18-eset, vagy 2014-eset néznénk, valószínűleg pont ugyanazt látnánk. Egy középfokú végzettségű emberhez képest már egy alapképzés is nagyjából 60%-kal magasabb jövedelmi pályát biztosít, egy mesterképzés pedig a számok, statisztikák közel 120%-kal magasabb a nettó jövedelmi pálya. Ha osztunk, szorzunk, extrapolálunk, összeadjuk a jövőbeli többlet cashflow-kat, akkor körülbelül az jön ki, hogy egy ilyen átlagos diák hitel az annak a jövedelem többletnek, amit ezáltal szerez valaki, hogy diplomát tudott itt szerezni, nem egészen 5%-a, 4%-a, ha emlékeim szerint. És ugye az előbb mondtam, hogy gyakran éri az a, hát nem is vád, mert néha maguk, akik azon gondolkoznak, hogy fölvegyék, ők is azt mondják, hogy hát attól tartok, hogy sose fogyna el a hitelem. Ez annyira nem igaz, hogy egy átlagos tartozást kevesebb, mint 7,5 év alatt visszafizetnek. Tehát nagyjából 23, 25, 26 évesen fordulnak törlesztésbe. Azt lehet mondani, hogy átlagosan 35 éves korukra ezeket elfelejtik, ezeket a hitelket. Tehát itt Magyarországon néha ilyen amerikai filmekben lehet látni, hogy 50 éves pacákok kerti partit adnak, amikor lezárják a diákhitelüket, mire visszafizetik azt a több százezer dollárt. Hát a magyar diákhitel ilyen szempontból egy nagyon finom kis dolog, senkit nem tesz tönkre idézőjelbe. És hogy ez mennyire így van, az most akkor engedjék meg, hogy még röviden bemutassam a másik oldalt, és mondjam, ezzel is talán azt próbálnám erősíteni, hogy amennyire megismételve, akinek nincs szükség, az Isten ments, hogy fölvegye, de akinek szüksége van, az bátran vegye föl, és tényleg a pedagógus kollégákra különösen nézek a tekintetbe, hogy ne beszéljék le azokat a diákokat, akiknek ilyesmi problémájuk van erről az eszközről, mert ez egy jó eszköz. Ha megnézik a két termék értékesítését,
akkor azt lehet látni, hogy a diákhitel egyből az elmúlt években csökkenő népszerűsége, nem csak a demográfia miatt, és hanem a diákhitel 2 bejövetele miatt is, de mindez idáig már több mint 360 ezer hitelt folyósítottunk. A diákhitel 2-ből pedig ugye ott egy dinamikusabb növekedés van, 36 ezernél tartunk. All in all azt lehet mondani, hogy 400 ezer diákhitelt folyósított a diákhitel a megalapítása óta. És ehhez még egy a szlájdon nem szereplő adatot szeretnék hozzá fűzni. Mi rendszeresen kutatjuk a diákhitel piaci pozícióját. Az egyik kérdésünk az, ugye ez a klasszikus nem értek egyet, egyetértek, inkább egyetértek, inkább nem értek egyet típusú 5-ös skálán, nem tudom, ugye az 5. válasz kérdésbe kérdezzük, hogy vagy az az állítás, hogy a diákhitel nélkül nem tudtam volna befejezni a felsőfokú tanulmányaimat. A hol 48, hol 52%-os eredményt kapunk, aki egyetért, vagy inkább egyetért ezzel az állítással. Tehát mi azt mondhatjuk, és ez a mi majdnem hogy küldetésünk, hogy ezekből a 400 ezer emberből, nyilván van azért vették föl, mert nagy nehézség lett volna nekük ennélkül elvégezni, de legalább 200 ezer ember nem tudta volna megszerezni nagyjából a diplomáját, hogyha nem lett volna diákhitel. Tehát most kicsit nagy szavakat használva, de nem túlságosan túlozva, azt lehet mondani, hogy ez a diákhitelezési rendszer adott 200 ezer értelmiségét ennek az országnak 10-10 pár év alatt, ezért azon túl, hogy ez egy tisztességes szakma, ezért is érdemes csinálni ezt az egész, hogy működtetni ezt az egész rendszert. Hogyan kell fölmérni azt, hogy egyáltalán van-e szükség rá, akkor nekünk nagyon sok eszközünk van, ezt akit érdekel, vagy pedagógus kollégák, elég, hogy ennyit megjegyeznek, hogy érdemes a Diákhitel Központnak a honlapját követni. Mi nagyon nagy energiákat fektetünk abba, hogy segítsük a diákjainkat, a diákokat abba, hogy jó döntést hozzanak. Egy nagyon összetett pénzügyi cashflow-kat számbavevő ilyen alkalmazás segíti a tájékozódást, ahol tényleg mondjuk egy felsőoktatási hallgat tanulmányait megkezdeni tervező, vagy abban gondolkozó diák, mint ami 12-es, szépen le tud ülni, és be tudja ütni az összes olyan adatot, kezdve attól, hogy mennyire számíthatok a szüleimtől, mennyit tervezek dolgozni, mennyit fogok abból keresni, egészen odáig, hogy hányszor fogok hazamenni, hány kilométerre, és ez mennyibe fog a kedvezményes vonatjeggyel kerülni, és le tudják saját maguknak modellezni azt, hogy mi lesz a jövedelmi pozíciójuk. Melegen, aki diákokkal foglalkozik, középiskolai diákokkal, melegen ajánljuk eznek a gyakorlatnak az elvégzését. Nagyon súlyos és általában negatív meglepetések szoktak kijönni. Tehát mi járunk sok ilyen osztályfőnöki órára, meg nyílt napra, hát tudnánk mesélni arról, hogy emberek hogy rökönyödnek meg arról, amikor tényleg itt tételesen számba veszik, hogy hát majd 3 évente kell egy laptop, a telefonom 2 évente, haza is mennék 3-szor, kéne kajára ennyi, és akkor hirtelen kijön az, hogy van nekik havi mínusz 80 ezer forint. Tehát ezeket sokkal jobb előbb az elején végig számolni, és akkor akár egy megfelelő eszközzel, például diákhitellel fölkészülni rá. Hát ez egy eljárásrendi kérdés, ugye ezeket havonta tudjuk folyósítani, meghatározott, kötött ütemezés szerint standard módon érkezik, és az, ami nagyon fontos, hogy az elérhetősége az halatlanul könnyű ennek a terméknek, mi nagyon, ugye ez egy digitális nemzedéket szolgálunk ki, megpróbálunk futni az igényeik után, minden tekintetben digitalizáljuk a tevékenységünket, ez annyira úgy van, hogy nem csak az, hogy a felsőoktatási tanulmányi rendszerekbe, ami praktikusan a Neptunt jelenti most már egyre inkább Magyarországon, nem csak az van, hogy a Neptun rendszerekbe direkt módon be van kötve a diákhitelezés, tehát onnan közvetlenül el lehet érni, hanem másfél éve kiegészítettük azzal, hogy tekintettel arra a tényre, hogy a felsőoktatásba belépők ma már ezt ugye ügyfélkapus elérés nélkül nem nagyon tudják megtenni, tehát alapvetően van ügyfélkapus elérése a diákoknak, ha valakinek van ügyfélkapus elérése, akkor úgynevezett e-aláírásos, ilyen elektronikus szerződéskötési eljárással tényleg karosszékből 2 perc alatt tud diákhitel szerződést kötni, nem kell papírokat töltögetni, nem kell papírokat küldözgetni, leadni a dékáni hivatalba, hanem az ember ott a számítógépén, a karosszékében ülve megcsinálja,
a ügyfélkapus azonosítás után mi megerősítjük a szerződést, elektronikusan elküldjük neki a vissza e-mailben, és a szerződés megkötetett. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy végtelen, bonyolult procedúrával lehet ehhez az állami konstrukcióhoz hozzá jutni. És én azt gondolom, hogy ezzel végére is értem. Köszönöm szépen a figyelmüket, és tényleg az üzenet az nem több, mint hogy azok, amikor szükség van rá, akkor ne bátorítsák a környezetükben élőket, vagy hogyha pedagógusok esetén a diákjaikat arra, hogy ne féljenek akkor igénybe venni, hogyha anyagi problémák miatt gondolkoznak azon, hogy felsőoktatási intézménybe menjenek vagy nem, illetve hogy melyikbe menjenek, mert ez is egy fontos döntés, hogy mondjuk merjenek elindulni egy pesti iskolába, hogyha az lenne az igazán jó, de anyagi okok miatt félnek attól, hogy mondjuk Pesten tanulják azt, amit ők szívük szerint Pesten tennének, akkor ott van a diákhitel, rendelkezésre áll és érdemes is fölvenni, és nem fog rájuk rogyni ez a hitelkonstrukció. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a figyelmüket.